A Mozaik Lapozó elnevezésű őszi programsorozat október 5-i vendége Bognár Balázs volt, aki mini tárlatával és diaporáma előadásával kápráztatta el a közönséget péntek délután a Mozaik könyvesbolt és kávézóban. Igazándiból Balázst régóta ismerik még a gyerekeink révén, és én hallottam már erről a diaporáma vetítésről, hiszen nem itt találkozott vele először a nagy közönség, és egyébként is az ő alkotásaiban az az érzékenység, az a tényleg minden korosztályt megszólító művészi erő már korábban is engem vonzott. Tehát láttam fotóit is, korábban képeit, és hát így a személyes ismerettség is, és hogy szeretnénk egy kicsit ugye széles körben megszólítani a közönséget, akit érdekel a kultúra. Tehát ugye nyilván eddig is volt már könyvbemutatónk, de volt zenés estünk, volt ugye múltkor a Kovács Ildikó volt itt a bőrdíszművel, és munkájáról beszélt, hogy hogyan jutott. Tehát, hogy a kultúra az annyira színes, és annyira sok szegmense van, hogy minden, és akkor most ez a vizuális kultúra iránt érdeklődőket várjuk szeretettel Balázs vetítésére. Az eseményen Toma Ágnes, a Bozsik József Általános Iskola igazgatónője köszöntötte a közönséget, és méltatta Bognár Balázs művészi tehetségét. Az elmúlt embert próbáló hónapok negatív tapasztalataiból kell, hogy találjunk valami hasznosításra érdemest, valami emberfelettinek csodálatosnak az ékes bizonyítékát, ami visszavezet minket a kezdetekhez. Bognár Balázst, a mini tárlat és diaporám alkotóját is ezen gondolatok foglalkoztatták a világjárvány ideje alatt megélt alkotó létében. Rajz és biológia szakos tanár, természetjáró művész, fotós, aki minden megnyilvánulásában, alkotásában adni szeretne az érdeklődőknek, arra törekszik, hogy megérintse lelkünket, szívünket. Fogalmazott Toma Ágnes. Egy kicsit kapcsolódik a mai tárlatnak a témája ehhez az elmúlt két nem könnyű évhez, amit mindenki a maga módján és hát biztosan terhekkel tele próbált megélni. Én pedig alkotással szerettem volna erről megemlékezni, erről az időszakról. Itt most azok a festmények, portrétarajzok és grafikák láthatók, amelyek ebben az időszakban készültek. Igaz, ezelőtt két éve ígértem egy diaporáma anyagot is, és megmondom őszintén, hogy ennek szerettem volna most eleget tenni, hogy az ígéretemhez híven ebből készítek egy 10 perces diaporámát, amely hát zenés képvetítés, de azért ennél egy kicsit több. Mert hogy akkor, amikor ezt ígértem, akkor egy olyan kísérletbe szerettem volna belefogni, hogy összevegyítem a saját alkotásaimat fotókkal. Hát ez most megtörtént, és hát kíváncsian várom majd a jelenlévő érdeklődőknek a véleményét ezzel kapcsolatban. Bognár Balázs első önálló kiállítása 1996-ban volt, a legutolsó pedig 2018-ban a Monostori Erődben. Olyan alkotó ő, akire egyszerre jellemző a folytonos változás mellett az állandóság is. Művészetének kezdetén az impresszionisták alkotásai vonzották, ám a most megtekinthető képei már nem így készültek. A fotózás segítségével alkotja meg a kompozíciót, így találunk a kiállított művek között festményt, pasztelképet és grafikát. Így ér össze és fonódik egymásba Balázs két hobbija, a festészet és a fotózás, és születik belőlük valami varázslatosan maradandó. Az itt látott képeinek egy részére a realisztikus értelmezés jellemző. Az ábrázolni kívánt tájat fotóhűséggel megörökíti, ami a néző szemében olyan élményt okoz, mintha megszólalna az alkotás. A látottak legtöbbször helyileg is beazonosíthatóak. Esetünkben a Szőnyi Duna szakasz holtágát fedezhetjük fel több alkotáson. Közvetlen környezetünk a természet, és hát ennél fogva tulajdonképpen a fő gondolatisága is a természetben való porszemségünk, és hát ezzel kapcsolatosak a képek. Sok minden háttérgondolat is van a képek mögött, nem feltétlenül mindegyik csak önállóan a természetről. Van úgy, hogy a fényről, van úgy, hogy ennél még mélyebb gondolatokról van benne szó. Őszintén szólva pont azért nem akarok árulkodni így a bemutató előtt, mert elég Da Vinci kódos történetek is vannak a képek mögött, és hát szeretném, hogyha azt a jelenlévők fejtenék majd meg. Akvarell technikával készültek azok a képek, ahol az alkotó nem titkolt szándéka a hatásvadászat volt. Korábbi munkáiban a fény csak kompozíciós elemként működött, most viszont valamilyen részlet megfogta a látványban.
Lehetett ez egy tükröződés vagy egy fénycsóva. Ez lett a hangsúlyos, a többi rész pedig foltszerű. A fény a művész számára a természetben való mozgást és a természettel való találkozást jelenti, amely elmondása szerint mindig olyan élményt adott neki, mintha templomban lenne. Ez a gondolatvonal folytatódik a szimbolista képrejtvényekben, a bámulatos grafikákban is. Természetesen van most kedvenc alkotásom, ez mindig a most, melyik a kedvenc kérdés az én esetemben. Van, és a grafikák között van, a Harmantia nevezetű és című kép az, amely egy grafika, és talán a legmélyebben ez a kép beszél arról most, amit érzek a képek készítésekor, meg erről az egész diaporámáról is, amelynek ez az érintések a címe. A grafikák születését mindig egy komplex gondolat előzi meg, melyet a művész nem akar és nem is tud egy rajzban megalkotni. A címük is jelképszerű, megértésük, összefüggéseik komolyabb gondolatiságot igényelnek, belső mondani valójuk viszont szó szerint több nézőpontból értelmezhető. Bognár Balázs művésztanár sokoldalúságát festményei, pasztelképei és grafikái mellett a diaporáma bemutatója is igazolja. Ebben a különleges műfajban összefonódik a festmény és a fotó. Az alkotás már sokkal hamarabb elkezdődik, hiszen rengeteg időt kell eltölteni a megfelelő zene válogatásával. Balázs saját elmondása szerint olyan füllel hallgatja kedvenc zenéit, hogy közben már fejben komponál. Egészé alkot. A különleges bemutató nem csupán zenés képek egymás utánisága, hanem egy olyan érintés, mintha filmet néznénk. Természetesen a diaporáma hangulata és témája erősen szubjektív természetesen, de ettől függetlenül nagyon sokan fognak azonosulni azzal a gondolattal, gondolatláncolattal, amit én emögé gondolok, érzek, és abban bízom, hogy ma ez ilyen hatásvadász akciónak tudhatom majd be a végén. Bognár Balázs szubjektív látószögű korszaklátása, ahogyan ő átélte és túlélte 2020 márciusától a Covid időszakot, arra inspirál mindannyiunkat, hogy vonjuk le tanulságainkat, és tegyünk tanúságot a számunkra fontos dolgok mellett. A pasztel, grafika, festészet és fotótechnika precíziójából született kivételes alkotásokat a hónap végéig láthatják az érdeklődők.